Horváth János vagyok, 1950-ben születtem Szekszárdon, iskoláimat itt végeztem Szekszárdon, majd később Pécsen a Szipernowski technikumban. Amikor az első szakmához hozzájutottam villanyszerelőként, akkor a tejiparihoz kerültem villanyszerelőnek, majd műszaki vezetőnek. Ott voltam közel 10 évet. Az életem egyik legszebb időszaka volt a tejipar. Azt lehet mondani, hogy szakmailag az egyik legnagyobb fejlődési időszak volt az életemben. Majd utána elhívtak az ötszeretős szakmunkásképzőbe, volt tanárom, és ott kezdtem oktatási pályafutásomat, ahol elég sok sikert értem el. Gyerekek is hajlamosak voltak a fejlődésre. És akkor tetejében az az időszak volt az, amikor 95-től nagy lehetőség voltak a szakképzésben. Akkor készítettem el egyik kollégával azt a projektet, ami utána az egész országba, tulajdonképpen a középiskolákba be lett vezetve, a villamosmérési tantárgy, egy villamosmérési labort készítettem. 20 évet töltöttem el a szakképzésben, és hát itt is csak azt tudom mondani, hogy az egyik életem egyik legszebb időszaka volt. 84-ben építettük fel a céget, ez egy teljesen családi vállalkozás. Az egyik tagja, főtaga az Attila, ő most már a cégnek az egyik vezetője, másik tag a Horváth Klára, és én jó magam még mindig teszem-veszem a dolgomat. A nagy kezdet nálunk igazából a 30-valány évvel ezelőtt a kerékpárversenyekkel kezdődött, a Kemenc kerékpárverseny. Abban szinte most az utolsó pár évet leszámítva végesten végig benne voltunk. Ebben voltunk felvezetőkocsi, támogatók, hangosítás, minden egyéb más. Majd ehhez jött szép sorjában. Egyik születi fesztivál, másik születi fesztivál, sörfesztivál. És akkor az minden évben mi visszahívtak bennünket, mi igyekeztünk mindig legjobban elvégezni a munkánkat. Minden egyes alkalommal meglepetés ér, amikor észreveszik, hogy tettünk, vettünk és szorgalmasan segítettünk mindenkinek, és hát nagy megtiszteltetés ért ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezért tett.